Na, hát akkor sziasztok itt mindenkinek, ismét Békés Csabáról, és most egy nagyvasúti iparvágányt fogok bejárni. Innen egészen majd az Isvánvonalon még fogunk menni, és most itt vagyok a vasútállomásra, meg is mutatom. Tehát a távolban ott a repülőhíd, és ez itt, ami most jelenleg B+-szel parkoló itt a vasútállomás mellett, ez volt régen a Vámudvar, és itt is iparvágányok voltak végig. Ebben, és innen ágazott ki az a vágány is, ami nem is fogunk tovább haladni, de az ott szemben az Őr utcánál, ment az egyik része, ami és az István Malomig vezetett. Ez körülbelül egy olyan 4 km hosszú vágány volt, ezt fogjuk majd bejárni. De majd a túloldalt folytatom, hogy valahogy át kéne menjek a másik oldalra. De itt nem túl szabályos, mert ugyan, de itt átjöttem a Szabolcs utcán. És a vágány az innen jött, valahogy itt ágazott ki, így valahogy így jöhetett, és itt volt egy váltó, és itt volt egy kiágazás, itt a volt Dohány beváltóban, ami valahol a repülőhídon túl volt. Az jóval korábban megszűnt, az majd 1960 környékén megszüntették, ez az Isvánmalombi vágány, ez viszont nagy túlélő volt, mert Ez akkor még több mint 10 éve túlélte a másikat, mert egyszerűen nagy szükség volt rá és meghagyták. De egyszerűen most próbálok nagyjából a nyomvonalon menni. Itt az Őr utcán keresztül ment így viszonylag egyenesen, és volt még egy kiágazó iparvágánya, ott a Kazinci utca elején, de aztán azt majd odaérünk meg fogom mutatni. Na igen, közben még haladunk az Őr utcán. Hát valószínűleg itt már nyomait nem fogjuk megtalálni a vágánynak. Kicsivel arrébb van, de az már majdnem ott a végállomásnál a Malom környékén. A volt Dohány beváltónak az iparvágányában szintén. Semmi is, a Kazinci utca előtt még volt egy valami telephely, egy beágazás, azt meg fogom mutatni, ha odáig elértem. Mindjárt elérünk a Kazinci utcáig, ahol szintén itt, ott valahol arrafele lehetett egy leágazás, de azt megmutatom. A lényeg, hogy ugye ezt már 1915 környékén már elkezdték tervezni ezt a iparvágányt a Malomhoz, mert egyszerűen valamivel kellett ugye fuvadozni azt a rengeteg árut, ami onnan jött. És gyakorlatilag jóvá is hagyták már, azt hiszem 1916-17 környékén, de majd a videó végén ott a történetéről majd rakok beírásokat. Most csak így fejből idézgetek. Viszont ugye a világháború miatt ezt a kakott első világháború, ameddig nem ért véget, addig nem volt rá kapacitás, meg idő, meg semmi, hogy ezt megcsinálják. Ez itt a kötött árugyárnak a hűlt helye, ahova a direkt néztem, de ide nem vezetett be. Se a Keskeny, se a Normányomtár, mert ugye ott szemben az ott a Rózsagimi, és az volt az Andrássy út, ott vezetett az Alföldi első gazdasági vasútnak a Keskeny nyomtár vonala. De a kötött árugyárba egyik sem ment be, legalábbis korabeli vágány rajzokon nem látszik. Szóval ez viszont, ahogy mondtam, ez egy Normányom távolságú volt, és végül a világháború után 1921-ben épült meg végül, és vették használatban. Eleinte gőzösökkel, viszont később a már megszerzés idején dízelesítése, főleg 370-es gőzösök és M28-as mosolák jártak rajta. Viszont a sebessége az 5 km/h volt, tehát szágoldozás itt nem volt. És akkor itt vagyunk a Kazinci utcánál közben, és gondolom itt a lakóház helyén lehetett valami, ahova a vágány bevezetett. Hát egyébként itt más ipari dolog nincsen, hát egy picivel arrébb ott a gépészeti iskola mellett van egy nyomda, de nem annak volt. Majd ott az Ebrán átmegyünk, akkor majd folytatjuk, de itt lehetett valahol, itt ágazhatott ki a vágány, és akkor így. Ez egy nagyon rövid kis vágány kiágazás volt, és nem is ért túl sokáig, mert amikor a 40-es évek közepén kiépítették, szinte azonnal 1950-ben a MÁV-át is vette, és rá pár évvel később meg is szűnt. Hát tényleg nem tartott sokáig. Ezt a réti iparvágánynak írják. Hát hogy pontosan miért, azt nem tudom, de majd utána nézek. És lehet, hogy ez a videó kikerül, meg is lesz. Hát menjünk tovább a vágány az erre, mert csak itt az Ebrán tudunk el.
itt vagyok most nagyjából a vágányhelyén megint, és meg mutatom visszafele, hogy ott volt a kiágazás, csak egyszerűen tényleg akkora tömeg van, hogy egyszerűen nem lehet rendesen se fotózni, se videózni, mert állandóan tele van. De remélhetőleg itt már nyugisabb lesz, mert tuti, hogy piacnap van, és azért vannak most itt ennyien, de ott híjebb már nyugisabb lesz a helyzet. Szóval itt ment tovább, és akkor egészen ment ki a Bartókig itt egyenesen, és ott egy ilyen hatalmas egy évvel, de majd hordén megmutatom, az út jobb oldalán ment. De itt mindjárt ott még át kell menni ott egészen, ott tovább egyenesen a Bartókig, és majd ott megmutatom, hogy ide ment. Itt vagyunk, közben eljöttem a Gábor Áron utca végéig, és itt jött egyébként a vasút, itt. És itt egy ilyen íves ment át a Bartókra. Ezt nem kell mutatni, és szerintem erről van képem is, majd ide be fogom vágni. Igaz, hogy akkoriban ez még egy ilyen kertvárosi rész volt, ezek a magas sok emeletes lakóházak nem voltak, hanem itt ilyen földszintes ilyen kockaházak voltak. Egy kertvárosi rész volt, a lakótelep az csak a 70-es évek közepe vége fele épült ide. Most itt valahol át kéne menni. Jaj, zebra csak a túloldalt van. Hát az nagyon jó, akkor majd túloldalról jelentkezek megint. Ne jobban meg tudom mutatni, hogy a vágány az így jött. Így, és akkor itt ívesen, és akkor ide csatlakozott rá. Na, mehetünk is. Békésebb a beszélő lámpák. Ez pedig, hát itt meg le van zárva ez a... Ja, hát itt, úgy emlékszem, hogy itt egy benzinkút volt régebben, hát ezek szerint már megszűnt. Hát nem mostanában volt, az már biztos. És egyébként itt ment a... Nem a kerékpár út helyett ment, az épült oda, hanem itt az út szélén ment. Gyakorlatilag ez nem volt még akkor ilyen széles ez az út, csak két sávos volt, és ott gyakorlatilag a szélső sáv helyén ment a vágány. Most így próbálok idézni a leírásból, de majd úgy is bevágom a végére, de nem biztos, hogy jól mondom, de eredetileg ilyen használt kisícsinekből épült, és később átépítették szélrendszerűre, de a sebességet nem tudták már felemelni. És 1921-ben még lóvasútként lóvontatással indult el, csak később használtak őszmozdonyokat. És 1950-ig a Malom tulajdonában volt, vagy a magántulajdonban, és akkor vette át a MÁV. És akkor kezdték el a saját gőzöseiket járatni rajta. Tehát 377-es gőzös járt rajta, meg M28-as dízel később. Igen, az M25-es az a mazsola, ilyen kis dízeltolató mozdony. Nagy biciklis forgalom nincsen, úgyhogy most kimerészkedek ide, hogy jobban lássuk. És akkor ott innen van valahol kép, amikor itt a Bartókon megy egy M28-assal a sok gabonás kocsi. De ez most, na, egy pillanat, akkor kicsit visszanézünk erre, hogy tehát ott még mindig itt az íves, és itt egészen a csatornáig egyenesen ment. Tehát majd lesz egy ilyen ferdehíd az Illővis csatorna fölött, az egy megmaradt emléke a vasútnak, vagy hát a vasútvonalnak itt a környéken, mert azt a hidat azt nem bontották el, hanem gyaloghíd lett belőle, miután a vasutat megszüntették. Mégis miért itt a... Követem a járdán a vasútvonalat, de mindig ott ment szélen, csak elfelejtettem elmondani az Andrássy útnál, ahol ott átjöttem az Ebrán, hogy ott viszont volt egy szintbeni vágánykeresztezése a keskeny nyomtávú alföldi első gazdasági vasútvonallal is. Tehát ott volt egy ilyen vágányátszelés a keskeny meg a normál nyomtáv között. És a normál nyomtávban kb. 11 évvel élte túl a keskenyet, mert sajnos az alföldi elsőgazdasági vasutat azt megszüntették 1960-ban Békésebe és Békés között.
És és akkor ott 1960 és 61 között felisztették a csineket. A nagy vasútot is meg akarták már akkor ezt az iparvágány, de az még akkor túlélte, mert nagyon kellett. Találtam egy kimutatást, azt hiszem 1966-ból, hogy akkor még valami 100 000 tonnát szállítottak rajta. Hát szükség volt rá, és 1968-ban a közlekedéspolitikai koncepció is kimondta, hogy meg kell szüntetni, és a halálistám is rajta volt, de még azt is túlélte 3 évvel. De majd később még mesélek róla, amikor... Mert a következő tárgyi emléktől nem vagyunk messze. Hát illetve a következő, hát az egyetlen, ami még megmaradt. Mert eddig nem találtam semmit. Úgyhogy majd akkor jelentkezem, mert itt sok érdekes dolog egyébként nincsen. De legalább a nyomvonal az viszonylag jól követhető. Erről jöttünk, és akkor én megmutatom, hogy a kisvasút az vagy a kisvasút, a vasútvonal az itt jött. Ez még mindig normál nyomtáv, csak én beszélek itt hülyeséget most, és amivel ezt a kereszteződést meg akarom mutatni nektek, az, hogy hogy a vasút az így itt jött. És szerintem az a kép az itt készült, hogy jól emlékszem, mert akkor itt még egy húsbolt volt itt szemben, és ott látszik a reklámtábla, hogy húsbolt. És ott jön a Mazsola mozdony, az M28-as, és mögötte rengeteg kocsi. És szerintem az a kép az itt készült, de majd bevágom ide, és majd kiderül, de szerintem ez az volt. Egyébként is szemben a rendőrség épülete van, amit most úgy látom, hogy éppen javítanak. És ezt felújítják, nem tudom, és itt szemben pedig egy nagy toronyház. Ez volt az első toronyház, ami épült. Na, közben zöld a lámpa, úgyhogy át is megyek. Mert innen mindjárt véget ér a Bartók utcai szakasz. Úgyhogy akkor gyorsan, ameddig lehet, akkor ezt lejárjuk. De mondom, hogy szerintem ez volt az a kereszteződés, ahonnan a legjobb kép készült a vasútvonal, és ahol a legjobban látszik. Na, itt viszont még lehetnek emlékek, csak nagyon kell figyelni, hogy amikor valami útfelújítás volt itt, 2007-8 környékén, akkor egy talpfát még találtak. Hát, nem tudom, hogy mennyire valós információ, de ilyen folyosói pletykákból én ezt hallottam. De mindjárt odaérünk a valóban létező és biztosan meglévő tárgyi emléket, azt nem tudom. Akkor itt vagyunk. Ez az egyetlen megmaradt emléke ennek a vontatóvágánynak, vagy iparvágánynak. Hát ez a Ferde híd a csatorna fele. De most az érdekes, hogy és most ez le van zárva. Valamint úgy látom, hogy igen bicikli utat csinálnak belőle, de ez régen nem így volt. Azért megmutatjuk szépen. De hogy ezt miért zárták le? Na mindegy, hát... Megmutatom, hogy bizony, itt jött a vágány, de... Nézzünk csak szépen vissza, tehát, hogy onnan jött be, és akkor itt egy ívvel fordult rá erre a Ferde hídra. Hát így valahogy jött. De mindjárt meg is nézzük. Igen, tehát itt is. És erről is találtam még képeket, de akkor most el is mondom, mert megérdemli a csoport. Van egy ilyen csoport a Facebookon, hogy Békés Csaba a múltban. És ott kutakodva lehetett találni erről a iparvágányról dolgokat. Képet és információkat, és ez nagyon segítőkész volt mindenki. Amikor ez ügyben is segítségeket kértem, hogy akinek van képe, bármi információja, akkor azt hozta meg, de majd a videó végén most így nem mondok el mindenkit, aki segített, de nagyon sokan segítettek ebben, de akkor mutatom a hidat is. Most azért se sorolom fel, mert fejből úgyse tudnám mindenkit, aztán nehogy valakit kihagyjak, meg de majd a videó végén ki fogom írni. Szépen, hogy kiktől, de mert fényképet, információkat, nagyon sok mindent kaptam. Amit ezúton is köszönök, mert emélkül ez a videó se készültet volna el.
főleg a vágányrajzok nélkül, meg a nyomvonal térképről. És itt tagadnám, akkor még egy kis reklám van-e? Egy oldal, ahol ilyen elveszett vágányokat, meg már nem a nem létező sineket gyűjtenek, ez pedig az Elveszett Sinek Magyarországon. Szintén Facebook, de van rendes ilyen open streetmap-es oldaluk is, ahol ráadásul lehet is szerkeszteni. Tehát, hogyha valaki olyan iparvágányt talál, ami még nincs berajzolva, vagy esetleg a már meglévőkről tud még valamit a történetéről, stb., vagy bármilyen érdekességet, akkor azt ott meg lehet tenni, és az adminok örömmel veszik a segítséget. Yeah. Ezt az iparvágányt és több Békés Csabait is, azt én magam is berajzoltam, meg az Alföldi Első Gazdasági Vasútnak a nyomvonalait is, amit én tudok. Hát csak tehát azokat már valószínűleg látjátok, és hát előbb-utóbb, hogy az admin jóvá hagyja, akkor be is fog kerülni. De azok új rendben vannak. És ez itt most egy ilyen sétány, ilyen sétáló, de most itt sétálok a vasút nyomvonalán. Az bizony itt ment. Hát vannak ott egy Bartók szobor. Itt végig ilyen szobrok vannak, de valóban ez a vasút nyomvonalán ment. És innen igazából nyílegyenesen ment tovább az Istvánmalomig, de majd ezt meg fogom mutatni, mert ott is vannak még érdekességek. De ez majd akkor. Eddig lehetett jönni, a nyomvonalon itt most útfelújítás van. Valami le van zárva, ez itt munkaterület, így hogy egyenlőre ennyi. Hát igen, régen itt elvonatok mászkáltak, most már gyalogosok. Hát nincs mit tenni, átmegyek a túloldalra, és majd a fornan megyek tovább a malomig. Egyébként ott is látszik a nyomvonal. Közben itt vagyunk, a vágány az onnan jött, és csak hát itt megint ez egy építési terület, úgyhogy ide most megint nem tudunk bemenni. De ez itt már az út vége lesz lassan, mert itt régebben egyébként volt egy ilyen helyi busz megálló is, de már az se. És ami még érdekes, de erről majd külön videót fogok csinálni, ez a kiállított C50-es meg két kocsi. Ez ide épült ki a Békés Csabai turisztikai főpályaudvar, és akkor hozták ezt ide. A keskeny nyomtávon jártak is ilyen kocsik. És közben ez itt pedig már az István malom, ide vezettek be a vágányok. Hát maga a malom is túlélte az iparvágány megszüntetés, majd több mint 30 évvel, mert ha jól emlékszem, 2005-ig működött ez a malom. Hát azóta így itt áll üdesen, meg hát nem tudni, hogy mi lesz vele. Ja, egyébként ott van, látszik, meg megmutatom. István malom. Voltak rá különböző tervek, tehát hogy szállodát is terveztek ide, meg nem tudom, irodaházat is talán, de hát szállodából annyit, hogy van itt nem messze egy, amelyik már hát már lassan 30 éve, vagy 20 éve biztos üresen áll. Az ott a ködös hotel, és azzal se tudnak mit kezdeni. És akkor ez itt az István malom. Hát a vágány az valahol ott jött, ahol az építkezés zajlik, azt most így nem tudom megnézni. De azon a kapun ment be, és a kisvasútnak a keskeny vágánya is bevezettek ide. Volt a kisvasútnak is egy iparvágánya. Ami külön érdekesség, hogy volt neki egy külön vasbeton teknőhídja is. Annak is itt közelebb megyek, és akkor megmutatom azt is. Azt mondom, a keskeny nyomtávú iparvágány az valahol itt jött, és egy ugyanolyan vasbeton teknőhíd volt neki itt a csatornán, mint ami Békésen is van. Amiről már csináltam videót, és azt meg is mutattam, hogy az még megvan. Hát itt valamilyen nem hagyták meg. És itt vezetett be, valahogy így jött a vágány, és ez volt az a kapu, ahol vezetett. Hát bent már nincsenek sinek szerintem. Azért még benézek itt a kapun, hát ha látok valamit, de nem hiszem. Hát semmi. Viszont ez volt maga a malom, de hát itt látszik, hogy üresen áll, nincs itt senki. Elvileg őrzik, lehet, hogy még az se. De ennyi. És majd megpróbálom megkeresni, és ha sikerül, akkor bevágom ide, de valamikor régen, de a szirena nagyon régen volt, és most se találtam meg.
De volt egy videó, egy filmhíradó, valami 1940-es évek vége környékéről. Itt forgattak a kötelező beszolgáltatásról, amikor hozzák be ide a gabonát. És akkor még látszott, azon a videón látszik a keskenyvágány is, ugye itt ennél a kapunál forgatták, és a keskenyvágány is látszik, meg a normál vágány is látszik rajta. Hát, viszont azt most se találtam sehol, amíg kerestem a YouTube-on, meg mindenhol, nem találtam. De filmhíradós volt az biztos, tehát szerintem fel kell tudni a filmhíradó archívumát, és ott lesz valahol, de mert, na, ha sikerül megtalálni, akkor azt bevágom ide, mert az tényleg érdekes. És szerintem az egyetlen videó, ahol ez még megvan. Békéscsabán az új gazdák dicséretre méltó készséggel tesznek eleget terménybeszolgáltatási kötelezettségüknek. Vármegye képviseletében Keresztes Mihály főispán személyesen ellenőrzi a nagy jelentőségű akció sima lebonyolítását. Na hát akkor ez a videó ennyi lett volna. Egyébként a vágány az ott jött valahol, és valahol így jött. Sőt, ott most, ahol az a vasúti kocsi meg a mozdony van, és mellette ott ami parkoló, meg régen volt itt egy buszpályaudvar is. Na itt volt egy ilyen, egy kétvágányos rendezőpályaudvar. Úgy emlékszem, hogy csak kétvágányos volt, és annak az egyik vágánya az itt egy évesen bevezetett a malomba, meg volt egy csonkavágány idáig. A keskeny nyomtávol vonalig volt egy csonkavágány is, tehát szerintem még a keskeny nyomtávol is lehetett átlakodni itt. Vagy keskeny nyomtávra itt átlakodni, és nem csak Békéscsabán. De tervezek egyiket a keskeny nyomtávra is ugyanilyen bejárós videót forgatni, az egy kicsit más nyomvonalon ment Békéscsaba belterületén, de sajnos annak sincsen már semmi nyoma. Csak egy-két helyen látszik, hogy hol ment a régebben a vágány, ott most kerékpár úton, vagy ilyesmi. Ugyanez megvan Békésen is, de tervezek majd erről is videót fogok, de az jóval hosszabb lesz a teljes alföldi első gazdasági vasútról, mert tényleg ez nagyon kiterjedt vasútvonal hálózat volt. Ez nem olyan egyszerű. De akkor szerintem itt ennek most így legyen is vége. És akkor én is itt vagyok, akkor itt el is köszönök. Hát köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek, itt van mögöttem a malom. Mint látjátok. És akkor találkozunk legközelebb. Én még ezt a C50-es megnézem, hogyha a büfé nyitva, még be is megyek, de az már egy másik videó lesz. Sziasztok!